Na és akkor kapcsolódunk is be mindjárt a mérkőzésbe. És akkor fogom még majd mondani, hogy ki kicsoda, mert még én is elfelejtem. Én is elfelejtem, hogy ki kicsoda, úgyhogy mindenképp, ez mindenképp így lesz. Nálam is jó. Átkapcsolt. Na itt is vannak, megnézhetjük közben a játékosokat. Ki hányas szintű, azt így mutatom is akkor. És akkor még egyszer. Tehát van a 10. osztály, ők vannak most alul. Illetve a 10. évfolyam, mert 10-ből 4-en vannak, és egy van a 10B-ből. Lesz egy Kha'Zix jungle-ünk boton személyében. Aztán lesz egy valószínűleg Zed midünk Dani személyében. Aztán lesz egy Jean és Thresh. Ők lesznek Kristóf és Peti. És akkor az egyetlen különc, aki nem az osztályban van, akkor ő pedig Bálint, és ő fog kledezni. Másik oldalt ott, hát igen, közben elment a kép, de nem baj, majd mindjárt visszaadom itt a dolgot. Úgy, elveszük a time control-t, nagyon jó. Na, így. Szóval visszatérve a másik oldalt, ott ugye van a RIP 2020, akit csak botontként ismerünk, illetve leírta a teljes nevét, de nem fegyeztem meg, hogy őszinte akarok lenni. Szóval öt csoportot kit ismerjük, őt nem ismerem én legalábbis egyáltalán. Aztán itt van Erik, Sági Erik. Őt viszonylag a névről könnyű meghatározni. Ő masterizik. Aztán itt van Balázs, Radovics Balázs, ő lesz a Pantheon. És akkor ugye van még nekünk egy Gáborunk, Virtan Gáborunk. Illetve van még egy Gergőnk, vagy Gergelyünk, nem tudom melyiket szereti jobban. Ő pedig ugye Takás Petinek a tesója, öccse. Na nézzük! Nézzük mi a helyzet. Senki nem próbálkozik meg az invaddel, az már biztos. Az már teljesen biztos, hogy... Szavasz Danton, hello hello! Jöttél nézni a srácokat? Balázs Pantheonozik. Ha így az osztályból nézzük. Meg a Petinek a tesója Tristanázik, Takács Petinek. No. Mind a két jungle felé lett, és akkor nézzük is. Midet először. Egyelőre hagyom így a kamerát, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire kell. Mármint a játékbeni kamerát. Szóval meglátjuk, hogy mennyire érdemes ugrálni. Midet figyelhetjük. Ahogy összecsap a Diana és a Zed. Boton is megy a farmolás. Egyelőre különösebb meglepetés nem történt. Tehát egyik csapat sem próbált meg igazán rárontani a másikra. Mindenki óvatosan kezdi az első mérkőzést. Hajrá, tízzel kivétel, Kugler! Hát igen. Hát ez botond általában megérdemli magának az ilyen mondatokat, ugye? Úgyhogy nem fog haragudni szerintem, mert kiérdemli. Nem lesz ezzel probléma. Egyelőre semmi különös nem történik. Mindenki a saját lényével van elfoglalva. Erik az néha megáll gondolkozni, mi is legyen a teendő. Aztán neki kezd a pirosnak. Ó, és egy trash behúzás nem sikerült. De jó próbálkozás volt, és itt van egy Diana támadás, de sikerül visszaverni.
De már fél HP-n vannak mind a ketten. Úgyhogy még bármi megtörténhet. Maradunk is itt szerintem ezen a lénán. Vagy mégse. A top is érdekesnek tűnik. De ott sem rontanak egymásnak, viszont ők is fél HP-n vannak, úgyhogy... Ott is bármi megtörténhet. Ott is bármi megtörténhet. Ott volt egy farm miss Gergőtől, akinek a neve az nem... nyomdafestéket tűrő, hogy finoman fogalmazzak. Egyre 0-0 és az aranyállás is egál, úgyhogy nem nagy különbség van a két csapat között, és nem volt gank egyik oldalt sem. Úgyhogy nagyon érdekes. Kíváncsian várom, hogy melyik csapat fog először kezdeményezni, mert ez egy nagyon nagy kérdés. Ki mer? Ott egy Diana megint, de meglógott az Ed. Meglógott az Ed, de rájár a Ruth Dani-ra, úgyhogy lehet, hogy Botonnak arra fele kellene nézni. Miközben a top is veszélyes, menekül ez a Kled. De Bálint megúszta. Bálint megúszta és bátor, tehát visszajön. Full HP és Garen ellen ő bármikor nyomja az 1v1-et. Na, ajaj! Lehet itt lenne az első halál. Bálint próbál meglúgni. Ott a Vart, hogy tudja, hogy merre megy. És megvan a First Blood. Elhozta a Garen a First Bloodot. De közben már nincs idő erre, mert jungleben is egy csata. Úgyhogy Birton Gábori lett a First Blood, az már biztos. És jön is vissza a Kled topra. Miközben az aranyállás még mindig közel egyenlő. És mindenki óvatos. A Kled egy picit bátrabb volt talán a kelletténél. Úgyhogy 1-0 a kék csapatnak. A vegyes felvágatnak. De egyébként... vannak csapatnevek is, ezt nem sikerült kiírnom. Ez kicsit tánzéjében, de a Bicske Crew lesz a kék csapat. Bicske Crew lesz a kék csapat, és ott van már is egy mit csata. És meghal a Diana. Úgyhogy kiegyenlít Dani. A Zeddel. Dani a Zeddel kiegyenlít miden. És bátor ott is marad, nem... Hops. Nem fél tőle, hogy... esetleg begenkelik. A top lénerek ismét összecsapnak, miközben az állás kereken egál. A Bishke Crew és a S-Clap között. Lehet ki is kéne közben azokat nekem írni majd, nem? Lehet nem fog már megtörténni amúgy. Meglátjuk. No. Jön egy teleport topra, azt nem is nézzük egyébként, hogy teleport az 1-1 mind a két csapatnál, a két top lénernél vannak a teleportok. Úgyhogy ebben sem térnek nagyon el a standardoktól. Ez a Garen nagyon bepusolja. Gábor nagyon bepusolja Bálintot. Úgyhogy itt még lehetnek gondok, itt nem nagyon van esélye sajnos Garen ellen, úgyhogy a top lane az szinte biztos, hogy elment. Nézzük a botot, ahol van egy gank, de nem sikeres. Pedig négyen voltak, és így sem volt sikeres, hogy négyen próbálkoztak. Topon megint Klednek problémája akad, raksz a Kha'Zix, de... Nem vagyok benne biztos, hogy elég lesz. Na, meg lehet, meg is van. Botont behúzza a killt. És ezzel átveszik a vezetést a piros csapat tizedikesek. Viszont még mindig kiki meccs van teljes mértékben. A top ettől függetlenül még mindig Garennek áll. Botont pedig mindjárt meghalít. Meghalítom. Nézzük már meg, hát ha nem csomkét. Tehát,
itt a mid, de itt nem történik semmi különös jelenleg. Ha csak Erik nem jön a Master Yi-vel, ez esetleg megtörténhet, de Erik a másik irányba indul. Erik a másik irányba indult el, úgyhogy ez nem fog megtörténni. Erik is a saját jungle-ét szedi, nem. Nagyon ritka a gank, eddig egy-egy volt lényegében. Egy boton, egy topon, és a top volt sikeres. Az Esclair piros csapatnak, és itt van minden egy csata, de... Hát nem volt az rossz. Dani nem volt benne biztos, hogy kéne menni. És megvan neki. Megvan neki ismét. Dani elkezdett feedelődni egy picit, úgyhogy itt lehetnek problémák. Minden lehetnek problémák. Ha megnézzük a... Mid farmoknál nem nagyon a különbség, egy tízes. És megint jön botont. Megpróbálják elkapni a Garen, de nem sok esély van rá. Hát... nem volt egy hasznos ulti használat. Maradjunk ennyibe. Mapot? Ohoho! Hát igen. Martinnak egy nagyon jó meglátása volt, a mapot átrakhatnánk. Igen, én mondjuk a kamerámtól nem fogom látni. Mármint, hogy a fizikai kamerától, mert ott van. De át lehet tenni, persze. Egy pillanat. Megnézzük ezt a csatát először is. Az a Kled meg fog halni. És meg is halt. Úgyhogy szép itt a Biskek Rú. Közben akkor intézem. Balra. Az valahol itt lesz, ugye? Itt van, tudom, csak nem látom. Pedig ma megtaláltam egyszer ezt. Na. Game. Szerintem az interfészben van, és nem tudom, hogy hol, vagy nem ott van. Fantomnak nincsen itemje, az igen. Az jól hangzik. Keresem azt a bal oldalra rakás egy pillanat. Itt van. Ja, csak nem szedtem ki jobbról. Mi? Show minimap on left. Hát... Oké. Okay. Én benyomtam. Nem tudom, mivel kell. Nem tudom, mivel kell látni így hirtelen, de küzdök, jó? Küzdök vele. Hát... nem, maradjunk egy baj, nem találtam meg ezt az opciót. Közben ahogy lemaradjunk itt a mérkőzésről. Martin közben leespectatorban nem... Aha, lehet amúgy. Lehet, hogy spektő többen nem megy. De egyébként ott van az átrakási opció. Itt van, show mini map on left. Tehát van ilyen. Csak éppen nem rakja át. Nem rakja át, úgyhogy ez a probléma itten. Ja, aha. Lehet. Lehet. Rakjam át én magamat? Az még a másik opció, csak szerintem... mindjárt nézzük itt a sárkányt közben. Úristen. Pillanat, és megoldjuk. Kamera. Na, így. Csak kilóg a kamera képem, az a baj. Na így. Bocs, hogy megfagyasztottam. Az a baj, altabolni kell ilyenkor, hiába van két monitorom. Na, megvan oldva, átmentem baloldalra. Ez egy jogos észrevétel volt, köszi. Köszi, mert ez teljesen hülyeség volt, hogy ott hagytam. Minden közben visszacsatlakozunk akkor a mérkőzésre, mert picit lemaradtam itt. Most rögtön egy teamfight lesz, és a Master Yi egyedül betámad. Ott a Zed is közben. Master Yi-t eltüntetik, és a Zed nem hal meg. Viszont a Diana is eltűnt. Hát ez nem volt egy jó kezdeményezés Erik szemszögéből, az biztos. Közben topon a Kled pushol. Miközben boton ugyanezt történik, úgyhogy ezt elnézte most a kék csapat, elnézték nagyon, mert gyakorlatilag mind a három tornyot egyszer ostromolják, és kérdés, mennyire lehet ezt bevédeni. Garen viszont másik oldalról jön,
Ez egy nagyon okos húzás volt a teleportálás, viszont Kled meglógott. Szóval köszi Martin, még egyszer, jó ötlet volt tényleg. Itt jönnek vissza a botlénerek. Jönnek vissza a botlénerek. Diana is visszamegy midre. Nézzük közben ki, hogy áll. A Jean például 2-0, a Zed pedig 3-0, úgyhogy... Ez lehet, hogy probléma lesz, mert az összes kill majdnem Garennél van a másik oldalon. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni. 6-4 egyelőre a piros csapatnak, és egy sárkányt elhoztak, miközben a kamerát átpakoltuk másik oldalra. Úgyhogy bármi megtörténhet még. Teljesen nyitott a meccs. Van egy 1300-as aranykülönbség már. Ez a killeknek köszönhető főleg. Jó, Master Yi, de nagyon szépen észreveszik. Pedig nem, de volt. Ott egy Ward, igen, a Ward miatt észrevették. Ward miatt észrevették, hogy probléma van. Szóval van aranykülönbség, és nem is feltétlenül a farm különbség miatt, bár az is van a kettő csapat között. És tényleg Pantheon nem tudni, hogy Balázs nem nagyon veszi az itemeket, de azért küzd vele rendesen. Úgyhogy visszatérve Junginek a megállapítására, igen, a Pantheonnak érdekes az item választásai. És sajnos az itemeket, amiket vesznek el, azokat nem fogom tudni nagyon méltatni, mert hogy annyira új ez a season, hogy még nem volt időm nekem se kitapasztalni. És kihúzza Tristát, nagyon szép volt egyébként. És azért, ha nem is fél HP-re, de közel fél HP-re sikerült leszedni. Ez a Kristóf Peti páros. Az nagyon hatékony itt lenne botlénen. Jelenleg. Nézzük a többi lént közben. Itt Kled menekül. És valószínűleg meg is fog halni Master Yi által. Hát, maradjuk annyi, hogy azért necces volt a vége egy picit. De sikerült. És ott a mid is rögtön Garen... Úristen. Na hát látszik, hogy a Garennél van, aki killek, tehát... Szegény Dani csak rohant Gábor elől. Szegény csak rohant. Na nézzük tovább. A botos tornyot szeretnék elhozni. De közben az állás azért kezd 6-8-ra módosult. Még mindig egy 2 killes előny és egy 2000-es arany előny még pluszban. A tizedikeseknél. És Dani próbálja védeni a tornyot, de az a Garen az nagyon-nagyon veszélyes, bármikor ultizott egyet, jön a Kled ulti. A probléma csak az, hogy nem ér odáig el. És megpróbálják elkapni a Garent. A kérdés, Garen visszafordul, vissza! Visszafordul, és menekül is Dani, hogy nehogy... Szép, nagyon szép iszkép. Garen pedig átvessel a falon. És jön vissza a fightba. Jön vissza Garen, úristen, mekkora egy sebesz... Jézusom, az elhullott szegény. Óriási teamfight, amiből most lehet nem a zedékesek fognak jól kijönni. De egyelőre annyira rosszul sem jöttek ki, és visszafordulnak a kékek, és a saját javukra fordítják a mérkőzést, észt értek el. Ez söprés volt a javából, és rögtön még Garen rámegy egy sutyerákra is. Sutyerákra? Heráldra. Sutyerek már ott van aktiválva. Közben elhozzák egyszer a sárkányt és a Heráldot valószínűleg. Úgyhogy kiegyenlítenek sárkányokba, ráadásul ők azért egy jobb sárkányt hoztak el. Hogyha a kettőt kéne összemérni, és sikerül közben Garennek ezt abszolválni. Úgyhogy mehet is topra ezt elengedni, ezt a behemótot. Nagyot fordult a kocka, egészen eddig arról volt szó, hogy végig vezetett a piros csapat, és abszolút ők váltak fölényben. Viszont ez most fordult, az arany előny elmúlt, Garen pedig megpróbál egy 1v1-et Kled ellen, nézzük, hogy mennyire működik.
A Flash megmenti. A Flash megmenti. Úgyhogy végül is megmenekült Lettől. És Gábor haza is megy, 5-2-vel áll már egyébként az a Garen Birton Gáborral, úgyhogy az veszélyes lesz nagyon, előle mindenki rohan. És a Master ilyet, csak 6-1 lett, úgyhogy Erik elszabadult így hirtelen, pedig ő is még talán 1-1-be állt nemrég. Úgyhogy na most kezdhet gondolkodni a piros csapat, mert megint egál van. Úgyhogy hátrányban nincsenek, de elvesztették az előnyüket. Elvesztették az előnyüket, úgyhogy abszolút azt kell mondani, hogy kiegyensúlyozott a mérkőzés, és ki meccs van. Kérdés, ez a csapdázás sikerül-e? Sikerül-e ez a csapdázás itt miden? Megérkezett az egész piros csapat. Kérdés az, hogy... hát ez a trash mellé ment. És rögtön egy botont... Eki támad a Garennek, csak nem sebezte meg. Csak nem sebezte meg közben. A tornyot sikerül megmenteni a piros csapatnak. Viszont Garen hátulról megérkezik. Nem biztos, hogy érdemes őt fókuszálni, ugyanis megjött Erik. És Erik mindenkit elpróbál eltüntetni. Kérdés, hogy sikerül-e neki. Jön az ulti. De azonnal kiszedik szegény Kristófot. És a két csapat eltünteti az egész piros csapatot. Boton volt, aki valahol messze járt, nem tudni, hogy mi volt a terv. Boton visszajön, de azonnal meg is hal. És a két csapat a kezébe veszi a... Erik meg fog halni! Hát ott egy nagy miszkalkulésre, egy nagy hiba történt. Eriknek sajnos... sikerült toronnyal szembeszegülni, és a torony erősebbnek bizonyult. Úgyhogy nagyon nagy veszteségeket szenvedtek a tizedikesek. Kérdés, hogy innen van-e vissza út? 16-11-ről. Ez most egy nagyon nagy kérdés, hogy innen van-e még. Kek végen. Ez egy nagyon rosszul kijött teamfight volt a piros csapatnak, az Esklepnek. Úgyhogy nem tudom, van-e vissza. Pantaont el lehetne kapni, aki flash-sel, viszont hárman üldözik. Hát, esélytelen, és az a Flash nem biztos, hogy jó erre jön. Pantheon meghal, megjött Garen. És lehet, hogy Daninak most futni kéne. Dani fut is, és megpróbál egy killt. Megpróbál egy killt abszolválni. Nem sikerült Tristanát eltüntetni. Boton pedig nem használja a Thresh segítségét. Boton, nem is Boton volt. Dani, valamiért nem használta. A chatben meg már megy a GG. Azt mondja, hogy én 3 perccel később vagyok, Gergő, úgyhogy én nem tudom mi van, de jön egy újabb teamfight. Annak a Garennek már nagyon sok élete van, Kled eltűnik. Lehet, hogy itt a vége. Lehet, hogy korai mondani, de Garen az besétel a torony alá, nem is igazán sebződik. Viszont Erik megint rossz döntést hoz. Erik megint rossz döntést hoz, de úgy tűnik, hogy ez már nem fog számítani, mert a többiek benyomulnak egészen az inhibitorig, és ezt már mindenki be fogják ütni. Az a Garen az megállítatlannak tűnik jelenleg. Úgyhogy valószínűleg vége a mérkőzések, már a chatbe mennek a GG-k, úgyhogy valószínűleg már tudjuk az eredményt is, de azért még nézzük meg a végét. Nézzük meg a végét. Hatalmas csata folyik még. Rengeteg GG a chatbe. Nem sok lehet vissza már a mérkőzésből. A top towert is betámadja Gábor. A Garennel is igazából nem nagyon izgatja, hogy lövi a torony, tehát ő neki ez annyira nem számít, sőt ha meglát valakit azonnal támad is. Egy hatalmas teamfight, de Garen középen pörög és mindenkit sebez. Nem nagyon van esély, Boton még elugrik nagy nehezen. Utána Flash-sel Diana, de nem öli meg. Kled biztos meghal. Többiek még meg tudtak szökni. Azt mondja, én kerisztem amúgy a Tristan a 0-2-vel. Hát igen. Igen, Milán, ez elég ripnek tűnik valóban.
Ez elég ripnek tűnik, innen már nem lehet vissza, és főleg, hogy spoilereztek a chatbe a srácok. Garen Carry volt egyébként, igen, abszolút. Bemennek már a bázisra teljesen. És vége az első mérkőzésünknek, a győztes pedig 22-15-re, ezt fel is írjuk, 22-15-re nyert a Bicske Crew. Úgy. Lesz Milán, lesz. Három csapatunk van összesen, úgyhogy még mind legalább két meccs. Nem tudom, mennyi a néző, Dani, nem néztem. Mi az, hogy Bicske Crew ismét nyert ezzel?